a Fit Balance diátadóján jártunk, ahol összefutottam Kassa Tibivel. Hello! Hello, sziasztok! Neked ma itt mi a szereped? Átadó leszel, vagy díjazott? Bármennyire is megdöbbentő, díjazott leszek. És milyen kategória? Szóval nem tudom, hogy ilyenkor az még meglepetés, vagy a díjazottak mind tudják, hogy azok el. Hogyha tudják, akkor úgy tudom, hogy műsorvezető kategóriában, tehát fit műsorvezető valami kategóriában leszek díjazott, de nagyon örülök neki, az elmúlt két hónapban egy 10-es sikerült ledobni, és azt gondolom, hogy ezt díjazták. Ez nagyon kemény, ez hogy sikerült? Alapvetően azt gondolom, hogy a szénhidrát volt a kulcs, tehát a szénhidrátok lettek teljesen eldobva, és nyilván mellé jött a rendszeres mozgás, tehát ennyi a titka. Milyen gyakran, vagy milyen edzéseket szoktál választani? Kondi, vagy van valami különböző crossfit, vagy ilyesmi? Nem. Én kimondtam otthon ezen, tehát van ott egy evezőpad, és egy ilyen háromszintes konditerem. Nyilván. Egy ilyen haránt mozgatós, egy ilyen sí futógép, vagy milyen ellipszis tréner. Ez a kettő az, amit én használok otthoni mozgásra. Közeledik a karácsony, te milyen típusú karácsonyozó vagy, aki ilyen ideges, hogy jaj, nem lesz meg a fa, jaj, ez nem lesz meg, ez a nyugodtan srácok, minden oké lesz, gyors megveszem utolsó nap az ajándékot. Nem igazán vagyok is stresszes, egy kicsit, de nagyon összetartó családom van, tehát hogy igazából mindenkinek tudom, hogy mit szeretnék adni, mit szeretnék ajándékozni, úgyhogy általában ezek olyan dolgok, amit időben be tudok szerezni. Két Kassa Tibi lemez ilyenkor ki van otthon osztva? Nincsen kiosztva Kassa Tibi lemez. Mindenkinek megvannak azok a személyes dolgok, de nem vagyok egy ilyen nagyon nagy vásárló, hanem inkább a maga az ünnep, meg a családnak az együtt töltött idő az érték. Milyen terveid vannak még így az év hátra levő részében? Készülnek még műsorok, egyéb tévés elfoglalt, csak rengeteg koncert van, és szeretnék időt szakítani a párommal egy kis közös pihenésre ketten. Hogy érzed ebben a BOOM című műsorban, mennyire tudsz együtt dolgozni Klaudiával? Esetleg a közeljövőben más műsorban is találkoznál vele szívesen? Én nagyon jól éreztem magam a Klaúval, nagyon szépen megtaláltuk az összhangot. Én azt gondolom, hogy bármikor boldogan bármit elvállalnék a Klaúval, és remélem, hogy ő is velem. Idénre véget ért a BOOM, de az, hogy jövőre lesz-e folytatása, ez még nem dőlt el. De akkor reméljük lesz. Én azt remélem, hogy igen, nagyon jól éreztem magam benne. És mi a Kassa Show-ban is majd vendégül látod? Volt már a Klau a Kassa Show-ban, a második évad első vendége volt, és nagyon örültem neki, úgyhogy abszolút volt is vendég már, és biztos vagyok benne, hogy lesz is még. Köszönöm szépen az interjút, aztán itt reméljük, hogy nyersz egy díjat.